Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Hatalmas vihar csapott le múlt hét csütörtökön Nagyecsedre. A hirtelen lezúduló jégeső számos helyi lakóingatlan épületet megrongálta. Ezzel is foglalkozunk ma este, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Nyári adóellenőrzések. Számos területen vizsgálódik a NAV. Pusztító jégeső óriási károkat okozott Nagyecseden. A nyár a turizmus legaktívabb időszaka, ami a Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai számára is sok feladatot jelent. A szezonális ellenőrzések részleteiről és a diákmunka adózási szabályairól Magyar Norbertet, a NAV vármegyei adó és vámigazgatóságának sajtóreferensét kérdezem. Jó estét kívánok! Köszönjük, uram! Mi az, ami most leginkább fókuszban van? Hát általában ugye a nyári ellenőrzési akciókban a szezonális ellenőrzéseket szoktuk elvégezni, illetve azoknak a száma növekszik meg túlnyomóan. Azért itt fontos megemlíteni, hogy az idejében az ellenőrzési akcióterv keretében több olyan gazdasági szereplő is megjelenik, akik ugye ebben az időszakban tevékenyebbek. Itt a szezonális ellenőrzések alatt azért az idénymunkával foglalkozókat, ugye a mezőgazdasági idénymunkával foglalkozókat is ellenőrizzük, illetve a munkáltatókat is. Itt a foglalkoztatások szabályszerű bejelentését vizsgáljuk elsősorban. Tehát azokat, hogyha megkezdik a munkát, akkor ugye a munka megkezdése előtt még aznap be kell, legkésőbb aznap be kell jelenteni a foglalkoztatottakat. Ugye ez nagyon sok esetben nem történik, meg általában idénymunkák esetében szokott ez ilyen napszámjellegű mezőgazdasági munkáknál előfordulni. Ezeket ellenőrizzük. Természetesen itt a kockázatos munkáltatókat már előre kiszűrjük, illetve próbálunk azokra fókuszálni helyszíni ellenőrzés nélkül, akik esetlegesen már megjelentek a látókörünkbe. Nagyon fontos, hogy munkavállalás előtt érdemes tájékozódni, hiszen a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a honlapján az adatbázisok rovatban megtalálhatók azok a foglalkoztatók, akik szabályszerűtlenül foglalkoztatják a munkavállalóikat, tehát nem jelentik be, vagy a járulékaikat nem fizetik meg kellőképpen. Érdemes arra azért kitérni, hogy ha esetlegesen a munkavállaló úgy érzi, hogy a járulékok levonásra kerülnek, és ő azt gondolja, hogy szabályszerűen történik a bejelentés, akkor is lehet, hogy érdemes utána nézni annak, hogy biztosan minden befizetés megtörténik-e, nem csak esetlegesen a levonás. Ezt is megteheti. Ügyfélkapunk keresztül megteheti? Így valaki rendelkezik ügyfélkapuval, azt mindenképpen azon érdemes megtenni, hiszen sokkal gyorsabban és könnyebben kap információt, mint hogyha az ügyfélszolgálaton érdeklődik, de természetesen ezt is megteheti. Hány ilyen kockázatos munkáltató létezik, és hogyan alakul ezeknek a száma így az elmúlt években? Általában ez a szám ez folyamatosan változik, hiszen azok a munkavállalók, akik bekerülnek ebbe a körbe, hogyha a későbbiek során azt tapasztaljuk, hogy a bejelentési kötelezettségeiknek eleget tesznek, a járulékfizetési kötelezettségeiket eleget tesznek, akkor későbbiekben két év után kikerülhetnek ebből a körből. Ugye ez folyamatosan frissül és változik az ellenőrzési tapasztalataink alapján. Ez a lista ez vagy bővül, vagy csökken. Nem a csökkenés a jellemző sajnálatos módon, főleg az idény időszakokban, hanem általában ezek bővülni szoktak, így mindenképpen érdemes tájékozódni, mielőtt valaki ilyen munkát vállal el. Tehát nagyon fontos megemlíteni, hogy egyszerűsített foglalkoztatás keretében azt is érdemes megnézni, hogy mennyit dolgozott egy adott időszakban, hiszen egy héten 5 napot dolgozhat egy ilyen munkavállaló, egy hónapban 15 napot és egy évben 90 napot. Tehát ezt érdemes szem előtt tartani, mielőtt ezekben a munkákat elvállalja, hiszen ugyanúgy a munkáltatónak is tájékozódni kell arról, hogy ezeket nem merítette ki a munkavállaló, hogyha kimerítette, akkor természetesen tovább foglalkoztathatja, csak akkor szabályszerűen a munkaviszony keretei között munkaszerződést kell kötnie, és így kell foglalkoztatni. Nagyságrendileg körülbelül hány munkavállalót érint ez, hogy nem fizetnek utánuk járulékot? Hát ez igen érdekes kérdés, hiszen ezt konkrétan nem tudjuk megmondani, ahhoz folyamatosan ellenőriznünk kellene, hiszen így is kicsúsznak a NAV látóköréből azok az idény munkások, illetve egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatók, akik gondolok itt például akár a dinnyárusokra az útszélén, hogy akik napszámjellegű munkát végeznek, gyümölcsöket szüretelnek, zöldségeket szüretelnek, illetve föld mezőgazdasági munkát végeznek a földeken. Azért mindenkit nem tudunk folyamatosan ellenőrizni, tehát ezért ezekről a számokról elég nehéz konkrétan beszélni. Természetesen. Történtek-e jelentősebb adózási szabályváltozások az elmúlt időszakban, ami megnehezíti akár az ilyen jellegű foglalkoztatóknak a dolgát? Inkább könnyítésekről beszélhetünk, hiszen érdemes arra kitérni, hogy 25 év alatt
hogyha foglalkoztatnak egyszerűsített foglalkoztatás keretében, vagy akár rendes munkaviszony keretében munkavállalókat, akkor az SZIA-mentes jövedelemnek minősül. Tehát a 25 év alattiak a 15%-os személyjövedelem adó mentesülnek. Itt 499.952 forintig egész pontosan ez éves jövedelmet jelent. Az e fölötti résznél pedig már a munkáltatónak nyilván természetesen be kell jelenteni, le kell vonni a megfelelő járulékokat, és az e fölötti rész SZIA köteles lesz már, tehát erre mindenképpen érdemes odafigyelni, illetve az alkalmazások, illetve foglalkoztatások szabályszerűségére érdemes még. Ha már nyár, akkor a diák munka is szóba kell, hogy kerüljön, hiszen a nyár az zömmel a diákoknak a munkavállalási terepe. Így van, főleg az ő számuk nő meg, ezt az ellenőrzéseink, a helyszíni ellenőrzéseink során is tapasztaljuk, hiszen nagyon sok esetben nem csak kockázatelemzés alapján végezzük el ezeket az ellenőrzéseket, ugye a rendelkezésünkre álló adatvagyont felhasználva, kockázatelemzésen keresztül próbáljuk megnézni azokat a gazdálkodókat, azokat a gazdasági szereplőket, vállalkozásokat, foglalkoztatókat, akik esetlegesen valamilyen problémás képet mutatnak, akár a járulék fizetések csökkenésében, akár a bejelentett alkalmazottak számának a változásában. És itt sok esetben tapasztaljuk, hogy egyes foglalkoztatóknál a diákok száma ezekben az időszakokban jelentősen megnő. Ez teljesen természetes, ezzel nincs is semmilyen jellegű probléma. A diákoknak érdemes arra figyelni, hogy talán a diák szövetkezeteken keresztül a legegyszerűbb ezeket a foglalkoztatási formákat, illetve ezeket a munkákat elvállalniuk, hiszen itt a diák szövetkezet minden szükséges dokumentumot, illetve minden szükséges munkát elvégez helyettük, és a bejelentéseket is megteszi. Azonban arra is érdemes kitérni, hogy ezekben a foglalkoztatási formákban, vagy munkaviszony keretében, vagy megbízási szerződés keretében, vagy egyszerűsített foglalkoztatás keretében, ugye itt az alkalmi munka, mezőgazdasági munka tartozik ide, vállalhatnak munkát a diákok. Hogyha ezt megteszik, akkor mindenképpen bejelentési kötelezettsége van mindegyiknek a munkáltató részéről. Érdemes munkaszerződésben foglalni, az egyszerűsített munkaviszonynál nem szükséges, de a munkaviszonyt érdemes munkaszerződésbe foglalni, hiszen így le van védve a diák is. Azokat a feltételeket tudják meghatározni benne, amelyeket a munka során neki teljesíteni kell, ugye itt a fizetési kötelezettségeket, határidőket is meg tudják jelölni a későbbiekben, hogyha reklamációval szeretne élni, vagy valamilyen jogi érvényesítést szeretne, akkor ezzel sokkal egyszerűbb dolga van a diáknak is. És azt gondolom, hogy sokan vállalnak munkákat diák szövetkezeteken kívül is, tehát ezekre mindenképpen érdemes figyelniük, illetve arra is, hogy a járulékfizetési kötelezettség, illetve az SZIA kötelezettség ugyanúgy vonatkozik rájuk is. Akkor is, hogyha mentesek, ugye 25 év alatt ez alól az összeg alól, itt pontosan 500 ezer forint körül összegről van szó, hiszen bejelentési kötelezettséget meg kell tenni a munkáltatónak, illetve a bevallások benyújtásához szükséges adatokat is szolgáltatnia kell majd a diákoknak, ez a későbbiekben, majd a bevallási tervezetnél lesz fontos, amikor a következő évben az előző éves jövedelméről bevallást kell készítenie. Mekkora kapacitással dolgozik az adóellenőrzési részleg vagy osztály, mire számítsanak a munkáltatók, vagy akár az egyéni vállalkozók is, akik idényszolgáltatást nyújtanak? Itt érdemes azt megemlíteni, hogy nem minden esetben, ahogy az előbb is mondtam, vonulunk ki helyszínre. Tehát igazából nem a revizorok számától függ ennek a hatékonysága, hanem attól, hogy a rendelkezésünkre álló adatokat milyen módon tudjuk feldolgozni. Ugye egy nagyon-nagyon sok adatszolgáltatás már elektronikusan kell, hogy megtörténjen, hogy elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett a legtöbb gazdálkodó már, és ez azt jelenti, hogy itt akár az íróasztal mellől is el tudják végezni azokat az ellenőrzéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a szabályos jogkövető magatartásukat le tudjuk ellenőrizni a gazdálkodóknak. Itt fontos megemlíteni még azt is, hogy azokban az esetekben, hogyha a bejelentések mulasztódnak el, vagy nem teszik meg a járulékfizetési kötelezettséget határidőbe, az adózói minősítést is figyelembe vesszük, tehát ott a megbízható adózók, illetve az általános adózók, valamint a kockázatos adózók számíthatnak ugye ilyen jellegű ellenőrzésekre, itt változik a bírság struktúrája is. Hiszen jogkövetési vizsgálat keretében például, hogyha egy adózót megvizsgálunk, akkor ez nem egy ellenőrzés, nem egy konkrét ellenőrzés, átfordulhat természetesen később ez a vizsgálat ellenőrzésbe is, de itt, hogyha hiányosságot tapasztalunk, akkor felhívjuk a figyelmet, hagyunk időt a pótlásra, és amennyiben ezt meg tudja tenni hiánytalanul, akkor az ellenőrzés vagy a vizsgálat lezárul. Tehát nem is kell ilyen. Nem is kell a helyszínen megjelenni, és nem szankcióval nem érinti. Egyéb iránt mekkora nagyságrend
egy-egy ilyen szankció? Hát a bennem jártat alkalmazottaknál 1 millió forintig is terjedhet a molesztási bírság, de ez nagyon kényes téma, hiszen hogyha alkalmazottanként, hogyha több alkalmazottat is találunk, akkor ez igen magas összegre tud rúgni egy-egy gazdálkodó személynél. Reméljük, hogy minél kevesebb ilyen lesz ebben az évben. A Magyar Nobrett, köszönjük szépen, hogy tájékoztatott bennünket. Én is köszönöm. Egész hétvégén dolgoztak a tűzoltók és az önkéntes segítők Nagyecseden, ahol csütörtökön délután csapott le jégesével érkező vihar. Több mint 100 katasztrófavédő érkezett a településre, többen más vármegyékből. A mindössze 15 percig tartó dió és teniszlabda nagyságú jégverés a település egyharmadát sújtotta. Sok családnak kellett elhagynia az életveszélyessé vált otthonát. Az ott lakók szerint tragikus a helyzet. A Magyar Református Szeretetszolgálat országos gyűjtést hirdetett a károsultak megsegítésére. Csütörtök délután jégeső csapott le Nagyecsedre, valamint a környékbeli településekre. Mintegy 200 bejelentés érkezett a katasztrófa védelemhez. Azonnal vonultak a tűzoltó egységek az adott helyszínekre. A tűzoltók elsősorban épületkárok miatt kaptak jelzést, és a veszélyt jelentő elsősorban lógó épületrészeket, tetőelemeket távolították el a tűzoltó egységek. A szabolcs-szatmár-beregi kollégákat többek között hajdubihari, valamint borsodi tűzoltók is segítették, hivatásos és önkéntes beavatkozók is jelen voltak a nagyecsedi térségben. Összesen 26 járművel 83-an végeztek beavatkozásokat. Egy hirtelen érkezett jégvihar verte el a településünket, és a településnek mintegy egyharmadát gyakorlatilag letarolta. Ez abban nyilvánult meg, hogy dió és teniszlabda nagyságú jég 15 percen keresztül sújtotta a várost. Ez az előzetes felmérések alapján, amit a tegnap délután végeztünk, mintegy 620-630 közötti ingatlant érintett. Nyilván különböző mértékű károsodást okozott, de sajnos a nagy többségében jelentős kár keletkezett az ingatlanoknak. Az ingatlanok számából kalkulálva több mint 2000 főt érint, tehát kb. 6000 fős a településünk, és hát az egyharmada igazából érintett a katasztrófában. 61-ben épült ez a ház, de még ilyen ideg nem kaptunk. Soha. Hát azelőtt gyermekkoromban sem emlékszek ilyen időre. Hát volt jég, de csak ilyen kicsik. De most, hát ez borzalom. Borzalom. Tennap csak sírtam. 18 éve lesz, hogy egyedül itt élek. 18 éve. De nem baj, mert most itt van a segítség. Itt volt a két fiú. Van a két fiam, de annál is baj van a másik fiamnál. Ő kint lakik a hídon túl, azt mondják, ott apró jég volt. Ott nincs olyan nagy kár. De ez borzalom, csürgött, csattagott, ahogy csak bírt. Hát borzasztó idei volt. A vihar elbeállta után elkezdtük a védekezésnek a állagmegóvó intézkedéseit. A katasztrófavédelem nagyon hamar érkezett a helyszínre a bejelentést követően, és kölcsönösen az önkormányzattal együttműködve megindult az idéglenes kármentesítés, ami abban nyilvánult meg, hogy az ingatlanok födém szerkezetét a tető alatt nejlonborítással látták el. A védekezéshez szükséges anyagokat az önkormányzat biztosította térítésmentesen, illetve a védekezésben résztvevők ellátását is, illetve ezen túlmenően a katasztrófavédelmi járműveknek a anyagbiztosítása mellett elkezdtük a lakosság részére is biztosítani a védőfóliát azok számára, akik tudták vállalni, hogy saját szervezésben ezt a fóliaborítást elvégzik, ezzel is mentesítve a katasztrófavédelemnek a teendőit. Párhuzamosan a védekezés megkezdésével a katasztrófavédelem és az önkormányzat közösen több csapattal kezdte meg a károk felmérését, ami jelen pillanatban is tart. De mintegy 300 bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez, de ezek a bejelentések is még folyamatosak. Nyilván a lakosság első gondolata nem az volt, hogy jelent, hanem rögtön mindenki mentette a menthetőt. Úgy félünk, mert délutánra megint mond egy hatalmas vihart, ez a még egyszer beállik, akkor itt végén. Tehát tegnap állt a padláson a víz. Folyt be,
Nekünk a tető fele az megsemmisült, illetve a gazdasági melléképületek garázsnak a teteje szenvedett el kárt. Az előtető, illetve nálunk a víz is befolyt a tetőn keresztül, a födémen át, úgyhogy villanykárunk is keletkezett. Ugye itt mindenkinek van kár az utcába végig, meg itt a környező részen, mert ilyen sávosan ment a dolog. Itt három utcát kapott el nagyon ez a jégverés. Nem kimélte a cserepet sem, a legújabb cserepet sem kimélte, nem ezt az 50 éves palát. Tehát nem tudjuk, hogy hogyan tovább, de biztos, hogy valami megoldás. Remélem, hogy nem úgy járunk, mint az én tetőmmel, mert az enyém is palás volt ugyanilyen. Jött egy jég, aztán a biztosító azt mondta, hogy na itt 1, 2, 3 és 4 palát kifizetett. Na, remélem, hogy ezzel nem így járunk. Bejelentettem a katasztrófavédelemnek, rögtön miután elállt nagyjából az eső, és a tűzoltók jöttek. Az önkormányzat biztosított fóliát, most még biztosít tetőlécet is, amivel le kell szegelni a fóliát, ugye, mert most ez nem fog menni egyik napul a másikra, és ma délutánra már megint mond egy rossz időt, úgyhogy az eső eshet, hát megpróbálunk valamit összehozni. Tudjuk, hogy az ember kevés, a munka sok, de azért kell úgy hozzáállni mindenkinek, hogy talán-talán, hát ha egy kicsit hamarabb menne a dolog. Mondja a mama, hogy egy kacsának nem tud felállni, annak a lába szerintem eltört, a jég elütötte, egy tyúk nem lát, annak a fejét ütötte el, az szemét kiütötte, tehát ezt tudom. Na, de a melléképületen cserép van, és az is ugyanilyen rongyos, ez az északi oldal a cserép is. Tehát, de most azt én azt hagynám hátra, ezt próbálnám megvédeni először a lakást. A belső szobában ott folyt, oda tettem két lavort, de egyebütt csak fautos, nem csorgott le. Itt a konyhában még most látom, ilyen nagy helyen, meg még arrébb is. Nem tudjuk megsatszolni még a helyreállításnak a költségeit, de jelentős, tehát minden bizony a milliárdos nagyságrendű, vagy azt meghaladó helyreállítási költség lesz. Mi az önkormányzat részéről most, amit hirtelen tudtunk csinálni, ez az anyag biztosítása, illetve elkezdtük a kampányt a különböző anyagok beszerzésére, nem csak a fóliára, hanem a bontott cserepeknek a beszerzésére is. Ez még a régi kispalás, úgynevezett 40x40-es pala tető volt, amit nem tudjuk, hogy mivel lehet helyettesíteni, mert ezt nem lehet helyettesíteni, ilyen már nincs, megszűnt, különben is ez egy veszélyes hulladék, egy rákkeltő anyag, tehát nem tudom, hogy most hogyan tovább. A biztosítónak már tegnap délután a kár bejelentettük, van biztosítása édesanyámnak, és szerintem biztos, hogy meg fogják érteni, hogy ezzel valamit kezdeni kell, más kell. Most jelen pillanat a maradék palát én szedem le, verem le, szegeket húzom ki, mert minden pala 2 szöggel van felszegelve. Na most erre fóliát ideiglenesen szeretnénk tenni, de akkor a fólia ugyanolyan rongyos lesz, mint most a pala, ha ezt nem teszem meg. Ezt a fajta palát, ezt nem javíthatatlan, nem lehet javítani. Szóval le kell szedni az egészet. Ráadásul veszélyes hulladék? Igen, veszélyes hulladék is. Nem sérült a fa, a lécek, de hát ezt a izét ezt nagyon összemocskoltam. Még az, sőt hátul a nagypalát is ott a melléképületeken, itt azt is szabadon átjukasztott azt az erős valamikor orosz palának mondtuk. Azt tervezzük, hogy a Városüzemeltetési Kft-nk telephelyén létesítünk egy depót, ahol a bontott cserepet tároljuk, és azt követően megszervezve a logisztikát igyekszünk biztosítani azoknak a lakóknak a részére, akik meg tudják csinálni a helyreállítást, oda bontott cserepet biztosítani. Nyilván, ahol erre nincsen lehetőség, az egy nehezebb feladat lesz, mert természetesen az önkormányzat a saját kapacitásaival képtelen ilyen mennyiségű helyreállítást elvégezni, tehát minden bizonnyal szükség lesz valamilyen központi segítségre. A védekezést elrendeltük a pénteki nap folyamán, illetve a Viszmajorra benyújtottuk a mai nap folyamán az igényünket. Nyilván reméljük, hogy valamilyen központi költségvetési támogatást kapunk, illetve hát az önkormányzat is a saját mértékében és lehetőségeihez mérten biztosítani fog támogatást, és a jövő hét folyamán megpróbáljuk összerakni azt a logisztikát, hogy kijussanak a segédanyagok, illetve a helyreállítást tudjon haladni.
nyilván jelentős gondot fog okozni ebből a több mint 600 ingatlanból, annak az ingatlanoknak a sorsa, ahol nincsen biztosítás. Az önkormányzat ingatlanjaiba is több helyen kárt keletkezett, de az önkormányzati ingatlanok természetesen biztosítva vannak, illetve hát az önkormányzat ezt saját maga megoldja, de a magántulajdonú ingatlanoknál, különösen ahol nincs biztosítás, ez jelentős problémát fog okozni. Az a tervünk, ma ülésezett a képviselőtestület, ma is ülésezett rendkívüli ülésünkön, és igyekszünk valamilyen egységes rendezőelv szerint a segítséget nyújtani, tehát nem szeretnénk egyedi kérelmekkel most foglalkozni, mert egyszerűen ez lehetetlen ilyen darabszámnál, tehát ezért kérem is a lakosságot, hogy most egyedi megkeresésekkel, egyedi kérelmekkel ne forduljanak az önkormányzathoz, mert ez kezelhetetlen. Tehát amikor látni fogjuk, hogy milyen mértékű forrásból gazdálkodunk, akkor egységes elvek mentén szeretnénk és fogunk is segítséget nyújtani a károsultaknak. A viharok károsultjainak megsegítésére országos adománygyűjtést hirdetett a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adománygyűjtés támogatható a 1358-as adományvonal hívásával, az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, illetve banki átutalással. A javításhoz szükséges eszközök tárgyi adományként is felajánlhatók, melyek a Magyar Református Szeretetszolgálat által működtetett jelenlétponton Nagyecseden az Árpád utca 41 szám alatt személyesen leadhatók. Csak nem 100 kilométert tettek meg tutajjal a Tiszán magyar származású cserkészek. A 250 fiatal egy 110 éves hagyományt tart életben. Először 1913-ban tették meg a Tisza-Becs és Benk közötti távolságot elődeik. A nagyszabású útról kisfilmet is készítettek, ezt láthatják most. Utolsó simítások. A honfoglaló tutajtáborunknak majdnem egészen 100 kilométer a teljes hossza. A végállomásunk Benk, itt a gyorsfolyású rész után, a Szamos folyó csatlakozás után szélesebb szakaszon tudjuk nézni a gyönyörű szép természetet itt. Gyászlót feltenni. Jó, legyen meg 45 percen belül, mert az jól néz ki. Ha van tutajné, azt is kirakhatjátok, és aztán folytatjátok. Van 45 percetek. Szóval ennek az egész az eredete 1913-ban volt az első vági tutajtúra. Magyarországon megszervezték, utána ez hagyomány lett, különböző helyeken lett megszervezve, Dél-Amerikában 81-ben, 91-ben, 2007-ben sikerült együtt szervezni, ott én voltam a kapitány, és mikor közeledett a 2013-as év, akkor valahogy megálmodtuk, hogy miért ne? Miért ne csináljunk 100 év után egy óriási tutajtúrát újra Magyarországon, amikor úgy, ahogy volt 1913-ban. Akkor voltunk 10 évvel ezelőtt 182-en, több mint 15 országból, minden szövetségből jöttünk, sokan jöttünk AMCS-esek, szóval nagyon-nagyon élveztük. És akkor megbeszéltük, hogy 10 év után legyen újra, és itt vagyunk. Nem 180-an, hanem majdnem 300-an, és hogy ez megtörténjen, és ez egy hagyomány legyen, és hogy ilyen szuper jó élményeket adhatunk a gyerekeknek. Jó. 82-es, ugye? De Kinga, azt nem kell. Csak az, amelyik a végén van. Ahhoz tartok, van vonal. Nem, ha az első. Ami a hosszabbak van, azokat kell kilazítani. Nem csak az alsókat, csak az alsó csavarokat, de... Van itt összmunka, képzés, mindent, amit megtanulsz a cserkészeten belül, itt használod, minden csomót, mindent, amit megtanultál. Azért ez egy szuper gyakorlati tábor. Tulajdonképpen ez nem csak a 110 éves vági tutajútnak egy hagyománya, hanem itt ezen a táboron megemlékezünk Álmos vezér korára. Mielőtt a honfoglalás megtörtént, Álmos vezérnek a nehéz feladata jutott, hogy neki egy nemzetet kellett építeni, mielőtt egy országot
tudtunk volna építeni. És erre az eseményre is megemlékezünk, és ez is fontos, hogy a mi cserkészeink erről is tudjanak egy kicsit többet. Esetleg azt, ami különböztet minket a szövetségnek a többi kerületével, az, hogy nagyon messze vagyunk, és nálunk nincs újabb bevándorló, most már talán 70 éve. És a magyar nyelvet megtartani, a magyarság iránti szeretetet, a cserkészet iránti szeretetet, meg mindazt, sokkal nehezebb. Úgyhogy ide eljönni, és találkozni a világból minden részéről, emberekkel, cserkészekkel, akik ugyanúgy nótáznak, mint mi, ugyanúgy játszanak, mint mi, ugyanazokat az erényeket gyakorolják, az egy óriás ajándék, és ezt álmodtuk meg, most már azt hiszem több mint 2 éve, és több mint 1 éve szervezzük, hogy a mi argentin csapatunk is ebből kapjon és nőjön. Minden tutajnak levágunk 20 méter kikötőkötelet. Lassan már olyan állapotban vannak a szerkezetek, hogy ki kell őket kötni a parthoz, mert minden hordó alájuk kerül. Összesen 2-20 méteres kötelük lesz a tutajoknak, most megkapják az elsőt, a másodikat pedig majd indulás előtt. Muszáj jól rögzíteni a szerkezeteket, mert hogyha árad a Tisza vagy apad, akkor utána kell igazítani, éjszakai táborozásnál sem szállnak le a gyerekek a tutajról, tehát kénytelenek vagyunk jól oda kötni a parthoz. Én havár nem jöttem messziről, én Bécsből jöttem, és tutajomon mindenhonnan jöttek emberek. Nagyon sokan Amerikából, Montrealból, Chicagóból, New Jerseyből, Bostonból, úgyhogy legtöbben számítom, mint a fele onnan van, de vagyunk egy páran. Van még egy bécsi társam, és van még Felvidékről, Újvidékről, és Gödöllőből is van egy személy. Hát azon épül az egész cserkészet, hogy kint vagyunk, és a természetben, és hát ahogy Bipi mondta, jobban kell hagyni a dolgokat, mint ahogy találtuk. Nagyon izgatott vagyok a tutajozni a sok cserkésszel. Amúgy nagyon jól érzem magam, szerintem olyan 5 éves korom óta nem voltam a Tiszánál, úgyhogy szerintem most fogok először életembe úszni a Tiszába, úgyhogy nagyon klassz, meg így nagyon furcsa, hogy itt a táborban mindenki mondja, hogy Tisza, 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 és mindig én akarok felnézni, és észrevesz, hogy nem hozzám beszélnek, hanem a helyszínről, a folyóról. Első napunk elkezdünk lefelé evezni a Tiszán, innen Tiszabecsről. Az első szakasz az eléggé gyors folyású részenként, változó folyású. Vannak homokpadok, vannak elsüllyedt fák. Ez nagyon izgalmas lesz nekünk, mert a cserkész matrózoknak még bele kell jönni az evezésbe. Koordinálni kell, a két oldalnak egyszerre kell mozogni, kell tartani a ritmust. Ezért az első 2 nap az különlegesen izgalmas, és a mai szakasz is már úgy kezdődik, hogy innen 2 kanyarra már van egy sziget, aminek csak az egyik felén lehet elhaladni, és ott meg jó nagy a sodrás. Úgyhogy ha ez menni fog, azok után már biztosan minden más is menni fog. Jó, még egy, és úgy indulunk mi is. Még tutaj fel van készülve az indulásra. Tudják. Evezésre készül, mindenki előre dől, és beteszi a vízbe az evezőt. Akkor evezés indul! Húzz! 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 Úgy nézd! Húzz! Oké, akkor itt. Nagyon sokan jönnek különböző helyekről. Van köztünk a világ másik oldaláról, majdnem Ausztráliából, Sydneyből, ugyanakkor vannak a környékből is, Nyíregyházából, Kanada,
Dél-Amerikából, Rióból, Brazíliából, Argentinából, Nyugat-Európából, Németország, Svájc, Ausztria, Kanadából, és természetesen a felvidékről, délvidékről, még Horvátországból is. Erre, kicsit erre. Jó, jó, jó. Közepére? Még majdnem. Kinga oldala indul. Hú, gyerekek! Zsolt oldala állj! Legyen elég nagyobb is. Jó. Használhatunk veled még a bicikli? Zsolt oldala indul. Hú! A lelki része a tábornak nagyon fontos, az, hogy mindenki hogy áll hozzá a táborhoz, hogy mikor eljön ide, azt, hogy a képes-e vagyok-e, nem, félek, jó vagyok, mint kapitány, nem vagyok jó, vezető, ki lesz mellettem, más országból, nem ismerem, este fogok tudni aludni, vagy nem, egy tutajon alszunk, együtt tutajon főzünk, menni fogunk 100 kilométert a vizen, sose elvesztem, ez is megtörténik. És ez egy csomó félelem, ami bennünk van. Lelkileg ezt mind le kell győzzük, és le fogjuk győzni, ezért túl fogunk lépni azon, és ez lesz a nagy, óriási nagy tanulmány mindenkiben, hogy ezen átléptünk és megcsináltuk, és ez a lelkünket teljes mértékben felújítja. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!